Már ennyi az idő? Na, akkor egy pillanat is jövök. Na, ugye megmondtam. És hogy minek jött el az ideje? Vendégeim a keresztmetszertről mesélnek. Már nem erről, hanem arról az igaziról. Arról, ami képes mindent megváltoztatni. Elmondják, hogy milyen volt az élet előtte, és hogy milyen azóta. Hogy valóságosan mennyi mindent képes felülírni az a bizonyos meccéspont. És hogy mi ez a meccéspont? Nem micsoda, hanem kicsoda Ő Jézus Krisztus. Mellesleg, igen, a műsor is róla kapta a címét, de most mennem kell, mert kezdődik a Keresztmetszet. Köszöntöm a Pax Televízió nézőit ismét a Keresztmetszetben. Mai témánk, mondhatni, megint egy keményebb téma. Pszichológia. Pszichológia, mint áltudomány. Pszichológia, mint valóság. Hogyan alkalmazkodik ez az egyházhoz, és hogyan alkalmazkodik az egyház ehhez a témakörhöz, tanhoz, szakterülethez? Mert sok minden mondható, de az tagadhatatlan, hogy a pszichológia megjelent a világban, és egyre nagyobb vonzásköre van. Hogyan alkalmazkodik ez a kettő egymáshoz? Én azt szoktam mondani, hogy Általában, amikor felkonferálom a témákat, hogy a laikus körök úgy vélekednek erről, hogy most azonban azt kell mondanom, hogy nem csak laikusok, pásztorok is megkérdőjelezik a pszichológia releváns jelenlétét az egyházban. Mi a valóság? Igazuk van? Nincs igazuk? Egymás ellen van a kettő? Egymásért van a kettő? Kimásra beszélgethetnék erről, hanem egy pszichológussal. Köszöntöm a műsorban Kuhárszki Rihárdot. Szia, Ricsi! Szia, Csabi! Hát elég sok kérdés vetődött fel már a felkonferálásában ennek a témakörnek. Pszichológia, először is, mit jelent ez? A pszichológia az úgy lett valahogy meghatározva, hogy egy lélektudomány. Tehát gyakorlatilag a, a lelki viselkedésnek és a lelki viselkedés törvényszerűségeinek a tudománya. Ugye azért tudomány, mert hogy valamilyen szinten ezt a dolgot mérhetővé kell tenni, lehet-e vizsgálni egyáltalán a lelket, nem lehet vizsgálni, lehet-e vizsgálni, mi az, hogy lélek egyáltalán. És én úgy gondolom, hogy hát meg maga a pszichológia is úgy gondolja, hogy igen, mérhető. Lehet vizsgálni. Vannak törvényszerűségek. És ezeket a törvényszerűségeket Ö, én már egyszer ezt talán elmondtam valahol, hogy ezek a törvényszerűségeket nem lehet kiiktatni. Ezek ott vannak az életünkben, ott működnek. Ma is, tegnap is, holnap is ott fognak működni. És ö, hiába akarja ezt ezen valaki átnézni, nem tud. Minden, ami tudomány, az mérhető és bizonyítható is elvileg. A pszichológia, hogyan bizonyítható? A lélek, viselkedése, reagálása a élethelyzetekre. És itt gondolok arra is, hogy a pszichológiának számos képviselője volt, van, és valószínűleg lesz is, és ezek az állítások sem sokszor ugyanazok, hanem lehetnek merőben más megközelítések. Sőt, akár ellentétesek is. Akár és mégis igazak is. valahol, hiszen más-más megközelítésből én ezt úgy mondom, hogy más-más dolog látszik. És akárhogy, még hogyha a mást is mutat, nem, nem, ö, ö, ettől nem válik hamisá a dolog. Tehát ugyanúgy igaz marad. Nem hamis, tehát igaz, tehát akkor. De hogy maga... Ugye azt hiszem, hogy az volt az első kérdésed, hogy ezt hogyan bizonyítható. Így van. Igaz. A bizonyítás nagyon egyszerű dolog. Ha én újra megismétlem azt a dolgot, ugyanaz az eredményre fogok jutni, mint előzőleg. Ha igen, akkor az egy olyan összefüggés, amire ki lehet nagyjából mondani, hogy ez ugyanúgy fog működni. Ma is, holnap is, 25 év múlva. E, és azért a pszichológia erről szól sok esetben. Tehát, hogy hogy rájövünk arra, hogy olyan törvényszerűségek működnek, amik nem e, írják felül egymást, hanem újra és újra bebizonyítják önmagukat. Azért annyiban talán elkülöníthető egy matematikától, hogy ott a meg kettő, kettő mindig négy, de azért itt közel játszik az is, hogy itt egyénekről beszélünk, egyének egyéni viselkedés formájáról és reakcióiról. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy talán úgy tud ez bizonyított lenni, hogy nem egyénenként, hanem vonáselméletek, típus elméletek? Ez egy jó kérdés. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy személyiség, nyilván abban minden, minden emberre megvan a ráélő személyiség típus. De attól függetlenül, hogyha én már különböző olyan pszichológiai jelenségeket, akár pszichodinamikai folyamatokat, vagy esetleg, ne egy betegség tünetet írok le, mint mondjuk egy depresszió, annak mindig ugyanaz lesz a tünete. Annak nem lesz külön attól, hogy ez egyik emberre, vagy a másik emberre húzom rá. Tehát, hogy, hogy igazából az is benne van, amit te mondasz, hogy az egyes emberből kiindulva lehet nyilván különbségeket találni, de azért nagyjából, és amit te is mondasz, ezek a vonás elméletek, ismerem ezeket a személyiség elméleteket, attól ezek még olyan dimenziók, amik mindig általánosak és igazak, és függetlenül attól, hogy milyen személyiségű embereket teszünk oda, maximum nem egyformán igaz minden emberre. Rendben, elfogadtuk azt, hogy ez valóságosan jelen van, bizonyítható, én azt szoktam mondani, hogy a pszichológiai kezelés alanyi jogon járhatna, hogy járnia kéne mindenkinek, hogy mindenki hozzá tudjon férni önmaga ilyen módú kezeléséhez is. Ahogy tébünk van és elmehetünk az orvoshoz, úgy szükséges volna az is, hogy ne csak a testünket, hanem a lelkünket is gyógyítgatni, tust. tudjuk, hogy egészséges legyen a testben épp lélek, és talán fordítva is. Így van. Hát de, de gyakorlatilag erről szól a pszichoszomatika, ami bebizonyította, hogy bizonyos ö, lelki dolgok testi tüneteket okoznak. Nagyon sok pszichoszomatikus betegséget ismerünk ma már, ami, ami azért... Ö, egyértelmű, hogy, hogy valahol a lelki dolgok alapján működik. Sőt, én ma úgy gondolom, hogy egyébként ez sokkal általánosabb, mint régen, és sok esetben ma már azért a legtöbb betegségnél meg lehet találni a lelki eredetet, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy vannak úgynevezett szomatopszichikus folyamatok, amik testi dolgok okoznak lelki tüneteket. Most gondolj, mondok egy egyszerű példát, valakinek el van törve a lába, és mondjuk nem tud focira járni, mert neki az a kedvence, lehet, hogy egy depressziós tünetbe fog az megnyilvánulni. Nem azt mondom, hogy depressziós az, de lehet, hogy előjönnek ezek a tulajdonságok. Na, csak ezt így... És szerintem még számításba vehetjük azt is, hogy ha testi sérülés hatással lehet a lélekre, vagy a lelki sérülés hatással lehet a testre, ezeket mind félretesszük, és mondjuk megjelenik a lelki sérülés, de nincsen a hatása a testre, attól még az ugyanúgy kezelendő, szükségszerű a kezelése, mert azért, vagy attól függetlenül, hogy testi megnyilvánulása nincsen, a lélek még fáj, a lélek még nem egészséges abban az állapotban. Abszolút, bár én azt látom, hogy az előbb-utóbb minden lelki probléma meghozza a maga testi tünetét is. Tehát, hogy hogy ö, minél tovább vár az ember azzal, hogy ezeket valamilyen szinten megpróbálja kezelni, annál valószínűbb, hogy, hogy, ö, hogy ö, egy, ö, valamilyen betegségben fog ez ö, aztán megjelenni. Pszichológus vagy. Igen. És keresztény is? És keresztény is. Ezt jól tudom rólad. Igen. Hát, jól ismerlek, de nem árt ezt letisztázni. Igen. Akkor most hozom a vélhetőleg egyik kedvenc igédet mivel hogy pszichológus vagy, és rengeteg keresztényen beszélgetsz, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabaddá lesz. Na akkor hogy jön ehhez a pszichológia? Jó, tehát itt most az a kérdés, hogy pontosan ez az ige mire vonatkozik, hogy megszabadít a fiú, valósággal szabaddá lesz. Tehát, ö, és az is, hogy miben szabadít meg a fiú. Ö, ez megint egy olyan terület, amiben azt látom, hogy eltérések vannak gondolkodás és gondolkodás között. Tehát eleve ugye azt kell megnézni, hogy Jézus az ő kereszt halálában mit végzett el, miben szabadított meg minket. Én úgy gondolom, hogy van egy alapvető dolog. Kiszabadított minket a sátánnak a rabságából, amiben éltünk, örök életre ö, szabadított meg minket, és egy vele való közös életre. Viszont ezt a közös életet még nem a éljük, én úgy gondolom, hogy eljön ez az idő is, hanem még egyelőre ítéljük ebben a világban. És ennek a világnak megvannak a maga törvényszerűségei, amik még hatnak ránk. És amíg ebben a testben fogunk mi létezni, addig ö, biztos vagyok benne, hogy számolnunk kell ezekkel a törvényszerűségekkel. Mondok erre én is egy, egy másik igét. Például azt mondja az ige, hogy, hogy a sátán, mint hogy körbejár, mint ordító oroszlán, és várja, hogy kit nyelhessen el. Bocsánat, ha meg vagyok szabadítva, akkor hol járkál a sátán? Elnyelhet engem, vagy nem nyelhet el? Vagy most akkor hogy van ez a megszabadítás dolog? És ez új szövetség, és tudjuk, hogy nem hitetlen embereknek íratott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy, hogy, és biztos, hogy ebben is van ellenvetés, hogy nem feltétlenül ez a megszabadított fiú. Ez teljesen azt jelenti, amit sokan próbálnak alatta érteni. A megszabadított fiú ö, ilyen ö, értelmezése elvárás is támaszt az ember felé, mert mivel Jézusban elvégeztetett, Legyél tökéletes. És most én mondok valamit. És ezt szeretném hozzátenni. Azért én járok úgy gyülekezetben, gyülekezetbe, keresztény emberek között, nem csak a mi gyülekezetünkbe, más helyen is, és azt látom, hogy ö, bizony, nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki különböző pszichés betegségekkel küzdik. Kisebb, nagyobbal. De sajnos van aki, aki nagyobbal is. És... Ö, az a helyzet, hogy amikor ezek az igék előjönnek, amiket most te is mondasz, ezek az emberek valahol egy kárhoztatást élnek meg magukban. Mert azzal szembesülnek, ami nagyon sokszor pulpitusról és sok helyről elhangzik, hogy meg vagyok szabadulva, akkor most mi a probléma velem? Megszabadultam? Nem szabadultam meg? És ő érzi, hogy valahol ez nincs összhangban azzal, amit magában megél igazságként, illetve amit a testében akár megélhet. Annak idején volt egy pszichológus, úgy hívták, hogy Leon Festinger, ő még a, az 50-es években írta fel az úgynevezett kognitív diszonancia elméletét. Ez arról szól, hogy az embernek vannak, vannak különböző hiedelmei elképzelései, egyéb dolgai, amik akár önmagára, akár a világra vonatkoznak, amiket alapnak tekint, és hogyha ezzel szembe jön egy ellentétes információ, akkor az ember belül egy úgynevezett feszültség élményt él meg, mert azt tapasztalja, hogy most egyszerre van két ellentétes állítás jelen az életében, és nem tudja, hogy melyik az igaz. Nem tudja eldönteni. És <tosz> Valahogy ezt fel kell oldani, ezt az ellentétet. Mit lehet tenni? Ebben az esetben lehet például azt tenni, ez az egyik, hogy ezeket az információkat, amiket ilyenkor mondanak, megpróbálom ö, ö, kiszűrni az életemből, és elfogadom azt, amit, ami, ami, ami valóban az ellentétes üzenetet. Vagy van egy másik, az, az pedig úgy hangzik, hogy hogy elpró, megpróbálom elnyomni azokat az információkat, ami kellent mondanak az én megrögződéseimnek és az eleveben nem lévő információknak, csak hogy ennek van egy óriási nagy problémája. Ez az embert beletolja egy olyan állapotba, egy, egy, olyan skizoid állapotba, hogy kénytelen vagyok egyszerűen a két ellentétes információ közül az egyikre hallgatni. Na most ezt nagyon jól ki lehet használni. Mert jön egy <coughs> ember, Inkább most ezt így mondom, aki azt próbálja neked mondani, hogy figyelj ide, ö, mi a, a hit az láthatatlan dolgoktól szól, olyat, amit nem lát a szem. Fogadd el. És akkor mondhatod azt, hogy hát igen, igen, valószínűleg én csinálok valamit rosszul, nem tudom ezt elfogadni. És az ember megélheti azt ebben a helyzetben, hogy bár nem érzékeli azt, hogy most, hogy most melyik is a valódi, de nagyon jól lehet manipulálni ebben a helyzetben. Pont ebből kifolyólag, hogy, hogy, akarja elfogadni az egyiket. Nem is tudja egyszer a kettőt bent tartani, de az egyikre rá kell állnia. És a hit valahol itt ad egy kapaszkodót. Ugyanakkor nagyon sokszor meg azt látom, hogy, hogy emberek vannak, akik, akik azt élik meg, hogy, hogy érzik, hogy a hit valahogy segíteni kellene nekik, de mégsem tud segíteni. Mert hogy belül éreznek egy, egy, egy olyan dolgot, hogy rossz, fáj, akármi, és, és ebben a hit nem tud segítséget nyújtani ilyen esetben. Én már hallottam olyan gyülekezetben, ahol nagyon rá akarták állítani az embert, hogy a hit, neked a hitet kell elfogadni, a hitet kell elfogadni. És, és aztán nem úgy alakult az élete ennek az embernek, most az, hogy el tudta elfogadni, vagy nem tudta, azt nem tudom, de végül is belehalt a dologba. Belehalt. És akkor most itt kérdezem, hogy vajon melyik lett volna a jó út. Megérteni azt, hogy, hogy itt a hit útján hogyan kell boldogulni, vagy esetleg valami más dologra is ránézni, és azt mondani, hogy igazából én nem is tudom, hogy vajon Isten ebben hogyan akarta, hogy én hogyan járjak el, de nem biztos, hogy csak az az egy út lett volna. Lehet, hogy egy másik is megnyílik. Na most uh, itt szeretném hogy azért egy picit uh, hangsúlyossá tenni, hogy te keresztény ember vagy. Abszolút. Tehát abszolút. Ami azt jelenti, hogy te letetted a voksodat a hit mellett, de hiszel Istenben, hiszel Jézus Krisztusban, mint a te megváltódban. És itt nem arról van szó, hogy töröljük el ezt az egészet és kezdünk el elmozdulni a tudomány irányába, hanem hogy a hit mellett nevessük el azt, hogy vannak ennek ő, ő, módjai ezeknek a kezeléseknek, problémakezéseknek, amelyeket ez alkalmazunk kell. Abszolút. Sőt, én most elmondok egy. egy saját élményemet ezzel kapcsolatban. Volt egy ismerősöm egy gyülekezetben, egy közösségben, mm. az volt az ő problémája, hogy egy, egy óriási nagy daganat volt az arcán belül. Tehát a, belül. Úgy, hogy már sokszor a szemét is nyomta ez a dolog. Nagyon sokat imádkozott érte a gyülekezet, hogy múljon el, legyen jobban. Sok mindent kipróbált, hitútján próbált járni. Ö, nem múlt el teljesen. Ráadásul ez a műtét, ami lett volna neki, mert azért próbálkozott az orvosi utakon is, nagyon drága lett volna, és Németországban tudták volna megdönt, ö, megműteni, ahol egy tím állt volna össze, neki kellett volna mindenkit összeszedni. És. Ö, és mondom, nagyon drága lett volna ez a műtét. És az lett a végeredménye ennek a dolognak, hogy se ez se az nem működött. Na most imádkozott tovább a gyülekezet, hogy akkor múljon el. És az történt, hogy, hogy képzeld el, hogy nem múlt el ez a dolog, viszont rövidesen talált egy professzort, itt Magyarországon, nem kellett Németországon mennie, aki egyedül elvállalta a műtétet, nem kellett neki egy tímet összeállítani, jóval kedvezőbb feltételekkel, és megműtötte tökéletesen helyreállt, azóta is rendben van. És ezzel csak egyet akarok mondani, hogy az Isten útjai kifürkészhetetlenek. És nem lehet tudni, hogy mi az Isten útja. Én, én, azért tartom egy picit veszélyesnek azt, amikor egy ember meg akarja mondani, hogy mi az Isten akarata az én életemben, mert egy igét látok, ami nagyon alaposan működik az én életemben, és, és sok esetben ezt másokéban is látom, hogy az Úr gondolatai nem a mi gondolataink. Nem. Ő, ő neki valahogy máshol, máshogy gondolhatja a dolgokat, nem feltétlenül úgy, ahogy mi, és ahogy ő végzi el a dolgokat, az nem biztos, hogy egyezik azzal, amit, amit mi gondolunk, hogy ahogy az Úr ezt Ahogy várjuk ezt a, a megoldást. És abszolút. Tehát, hogy én azt látom, hogy sok esetben az Isten másképp működik. Illetve, hogy és ebben látok egy, egy nagy felelősséget talán a pásztoroknak, hogy van rajtuk egy olyan elvárás a, a hallgatóságuktól, hogy mondja meg nekik, hogy mit hogyan kell, és akkor majd biztos azáltal fognak működni az ő életükben is a dolgok. És sok esetben ők próbálják is esetleg, de viszont nem biztos, hogy úgy működik. Viszont az elvárás miatt mégis akarnak valamit mondani, és sokszor nem úgy működnek a dolgok. És ez egy nagyon rossz dolog, és én arra jutottam, hogy néha az az ige a legkézen amit Pál is mond, hogy én most tükör által homályosan látok, és nem is baj, hogyha egy-egy pásztor le, ö, vagy, vagy legyen az csak lelki gondozó, néha azt mondja, hogy én ezt nem tudom. Én ezt nem tudom, nem tudom. Nem tudom, hogy miért van ez, nem tudom, hogy miért van az, az úr tudja. És valahol én úgy gondolom, hogy ebben van egy óriási nagy erő, hogyha az ember tudja néha azt kimondani, hogy lehet, hogy én ezzel már nagyon régóta foglalkozom, de nem tudom, hogy hogy vannak. Azt is szögezzük le, hogy azért nem lehet ámblok ráhúzni a keresztény egyház vezetőire, pásztoraira, hogy, hogy mindegyik úgy vélekedne, hogy a a pszichológia az szükségtelen és kukápa vele. Én azt látom, hogy azért egyre többen vannak, akik próbálják inkább a kettő együttjárását valahogy felfedezni, és mind a kettő szükségességét behozni a dologba. Még vannak mások, akik azt mondják, hogy hát nem, ragaszkodnak ahhoz, hogy a hit teljes egészében, és a hit teljes egészében, de nem kiegészítve a pszichológiával, még mások kiegészítve a pszichológiával. Mi lehet az oka annak, hogy egyik pásztor úgy érzi, hogy igenis szükség van arra, hogy belépjen a pszichológia, és mi lehet az oka annak, hogy a másik pásztor azt mondja, hogy nem, nincsen erre szükség? Hú, ez egy jó összetett kérdés, úgyhogy megpróbálom most bogozni a szálakat. Az egyik. A pszichológia ma egy nagyon népszerű tudomány. Lassan már azt látom egyébként, hogy egy egy vallásos hasonló dologra, dologba kezd átcsapni, mert az emberek tudni akarják, hogy mi történik velük, miért azok a dolgok történnek, mit tudnak esetleg tenni, hogyha valami nem úgy történik bennük a lelkükben, ahogy azt ők szeretnék. És hiszem, hogy ez már régen is egyébként foglalkoztatta az embereket, de hogy... Például a gödögöknek egy híres mondata volt, ismerd meg önmagad, ez van a Delfoi Józsdára felírva. Tehát, hogy az embereknek egy régóta tartó igényük, hogy értsék azt, hogy hogyan működnek a dolgok. Ma eljött az a korszak, amikor a pszichológia, a lélektudomány, ami az emberre irányítja a figyelmet, virágzik. Világzik. Ezt ma ki lehet jelenteni. Ráadásul, Ricsi, egy, ö, hogyha tényleg nagyon vele akarunk ebbe az egészen menni, akkor azt mondhatjuk, hogy minden egyes ember valahol ö, foglalkozik a pszichológiával, akár egy párbeszédben, mert a gesztusaidat, Abszolút. a mimikáidat, a szavaid, minden, ami tőled jön, én meg akarom érteni. És az, hogy téged meg akarlak fejteni, ez már magában hozza. Hát igazából annak idején ugye ezt nekünk úgy mondták, hogy minden ember egy, egy amatőr pszichológus. És ezt én is így látom. Mint ahogy a minden hívő ember egy amatőr teológus. Így van, és még egy dolgot ö, akarok viszont ehhez hozzáfűzni. Tehát, hogy a pszichológ ugye arra épít, hogy az ember ismerje meg önmagát. És itt átcsap egy kicsit a hit és a pszichológia, hogy ugye azt mondja a Biblia, hogy az ember Isten képére lett teremtve. Tehát, ha én megpróbálom magamat megismerni, abból valamit akkor az Istenből is megértek. És ez a dolog szerintem valahol adhat egy kulcsot is. Sokszor azoknak a pásztoroknak a kezébe, akik nagyon-nagyon féltik a gyülekezetüket a pszichológiától, mint esetleges, nem tudom, sátánista tudománytól. De hogy egy kicsit most belenézek ezekbe a dolgokba és ezzel akartam indítani először is, hogy, hogy tényleg ma a pszichológia nagyon népszerű, és nagyon fontos, hogy az ember értse önmagát, ismerje, ismeri, hogy mik zajlanak benne. Mert azért tényleg itt vagyunk a testben, és ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Viszont az a másik, amit ugye te felvetettél, hogy esetleg mi az, ami egy, egy pásztornak ebben ö, unszimpatikus lehet, vagy, vagy ö, ami zavarhatja. <kül> Annak idején volt egy pszichológus, úgy hívták, hogy Ébrem Mázló. Ő, majd biztos tanultok róla, ő épí... volt. Jó, örülök neki. Piramis. Ö, ugye, igen, a Mázló piramis, ami a szükséglet piramisokra épül. A legalsó szintjén vannak az úgynevezett fizikális szükségleteink, evés, alvás, ivás. A következő szükséglet viszont az úgynevezett biztonság szükségletünk, és ez egy nagyon kulcs dolog. Ugyanis sok ember azt hiszi, hogy a biztonság csak arra vonatkozik, hogy én fizikai biztonságban legyek. Nem. Az nem csak arra vonatkozik, hanem arra is vonatkozik, hogy a biztonság élményem abból fakad, hogy én egy számomra ismerős közeg vesz körül olyan dolgok, amiket ismerek mindjárt, de majd egyébként mondok egy, egy pár példát. De hogy ugye mi az, ami egy emberből adott? Adott a mi személyiségünk, a mi identitásunk, ami arra vonatkozik, hogy ki vagyok, mi vagyok, és ez abból áll össze, hogy mi, mi, milyen dolgok azok, amik általában a fejemben foglalkoztatnak, miket cselekszek, mi az én életszokásaim. Ezekből áll össze maga valahol azt lehet mondani, hogy a személyiség úgy egészében. És azért hoztam ide a mázlót, mert ő arra utal, ebben a szükségletben, hogy amikor én akarok egy biztonság élményt, az azért fontos, mert akkor megélhetem azt, hogy az én személyiségemmel nem jönnek szembe olyan dolgok, amik esetleg ellentétesek azzal, amivel én évtizedek vagy ki tudja milyen hosszú idők óta, amiben én élek, ahogyan én gondolkozom, ahogyan én cselekszem, hanem ö, tudok olyan dolgokból táplálkozni, amik velem önazonosak. Na most, ö, abban az esetben, amikor mondjuk jönnek a pszichológiai dolgok egy, egy hívő embernek, vagy most, most igen, maradjunk ennél a szónál hogy hívő embernek, ami néha úgy érezzük, mintha arra szorítana minket, hogy valahova lerakjuk a voksunkat, vagy az egyik, vagy a másik mellé és esetleg hosszú idők óta valaki abban hisz, hogy bizony ez a sátántól van, az megingatja benne az ő biztonságba vetett hitét. Ugyanis, és nem csak a biztonságba, hanem az ismerősségbe vetett hitét, hogy, hogy a világ úgy működik, ahogyan én azt ismerem, ahogy én azt felállítottam ahogy én azt megéltem, ahogy megtapasztaltam. Egyébként ezzel kapcsolatban pont Jézusnak az esete nagyon érdekes, amikor jönnek a farizeusok, és Jézus egy teljesen új dolgot visszeléjük. Egy, egy olyan dolgot, ami, ami számukra teljesen idegen, mert ők addig nem úgy gondolták az Istent, nem abban éltek, hogy esetleg úgy kellene dolgokat csinálni, ahogy Jézus tanítja nekik, hanem nekik megvoltak a hagyományaik, szokásaik, amik megadták nekik a biztonsági kereteiket, hogy hogyan kell működni a világnak, hogyan kell működni egy farizeus ö, papnak, vagy, vagy akárkinek, és ők ezt a biztonsági érzetüket ezt Jézus alapjában feldúlta. Aminek az lett az eredménye, és nézd meg, mi lett az eredménye, hogy azt mondták, hogy ezt az embert el kell pusztítani. Mert, a, mert támadja mindazt, ami az én identitásomat jelenti. És itt van viszont egy nagyon fontos kulcs. Ahhoz, hogy egy ember tanítható legyen, és képes legyen tanulni, ahhoz el kell jutnia arra a pontra, hogy ezt a biztonsági érzetét hajlandó legyen valamilyen szinten feladni. És azt mondani, hogy igen, én így gondolkodom, így látom a dolgokat, de hajlandó vagyok emellé új dolgokat is beengedni, és összevetni akár a kettőt egymással, és a és ha lehet, akkor módosítani azt, ahogy én a dolgokat látom. Ez a tanítvány és a taníthatóságnak egy alapfeltétele szerintem, hogy az ember képes legyen a dolgain módosítani és változtatni. Amíg ez nem jön be, addig nem tanítható az ember, és oda jut, hogy igen, pusztuljon az az ember, aki esetleg idegen dolgokat akar behozni, ami, ami számomra ö, abszolút nem elfogadható, vagy támadja mindazt, amit én önazonosnak élek meg most egészen ideig azt fejtegettük és fürkésztük, hogy hogyan kapcsolódik a pszichológia a hithez. Tehát a hitbe, a hit halmazába hogyan tudjuk behozni a pszichológiát, mint tényezőt. kell -e a hit mellett pszichológiai kezelés? Azonban mi van akkor, hogyha vesszük magát a pszichológiát, mint halmazt, be kell -e abba hozni a hitet? kell -e hozzá hit? A gyógyul, önmagában a pszichológia tud-e végleges gyógyulást hozni az ember életébe, vagy egy minden egyes embernek szüksége lenne ugyanúgy annyi jogon arra, hogy megismerje Jézus Krisztust, mint ahogyan korábban azt említettem, hogy pszichológiai kezelése is szükségük volna. Én nekem az a megélésem, hogy a pszichológia és a hit nem ellentétes, hanem kiegészítik egymást. És én arra a pillanatra várok, amikor ezt Valamilyen szinten emberek hajlandók lesznek meghallani, és azt mondani, hogy csináljunk egy párbeszédet a kettő között. Mi, mi vessük össze, hogy mit mond a pszichológia, mit mond a hit, hol vannak a határok, amik, amik elválasztják az egyiket a másiktól, és mik azok a dolgok, amikben igenis lehet közös nevezőre jutni és együttműködni. Ö, viszont, és ugye itt mondtad a gyógyítás és egyéb dolgot. Én azt nagyon-nagyon veszélyesnek tartom, amikor valaki úgy avatkozik bele pszichológiai vagy mondhatni pszichodinamikai folyamatokba, hogy nincs tényleges ismerete, teljes és tényleges ismerete az adott dologról. És teljes mértékben, Mindent az Istennek rendel alá. Nem egy, nem egy ö, tragikus esetet láttam ezzel ö, kapcsolatban. Láttam én olyat, aki, amik, bocsánat, hogy ezt mondom, de lelkipásztort begondozott a pszichiátiára. Láttam ilyen embert már. És ez egy nagyon szomorú dolog. Tehát, hogy, hogy az egy nagyon fontos lenne, hogy az, aki lelki gondoz, és most itt megint csak a hit területén mozgok, annak valóban legyen ismerete és tudása azokról a pszichodinamikai törvényszerűségekről és működésektől, ami által valóban az emberi lélek működik, és az emberi dolgok gyakorlatilag működnek. Jövánvaló. Viszont még hozzá, ugye még az volt a második kérdésed, hogy, hogy lehet-e csak pszichológiával. Én erre azt mondom, hogy nem. Mert a pszichológiának is megvannak a maga korlátai mint emberi tudomány, ez egy véges tudomány. Az azt jelenti, hogy még ma sincs, tehát a pszichológia az egy viszonylag fiatal tudomány, hogyha azt nézzük, egy 120-130 éves hagyomány, most már kicsit több, 100 legyen 140-150 éves hagyományra nyúlik vissza. És még mindig nagyon sok új dolgot fedezünk fel, ismerünk meg, és én úgy gondolom, hogy pont ez adja a végességét, hogy mindig van új és új dolog, amire rájöhetünk, amit megérthetünk, hogy mi hogyan működik. Viszont az Istennek meg nincsenek ilyen korlátai. Tehát az Isten az nem egy véges dolog. Ő pontosan tudja, hogy mi hogyan működik. De, és erre mondom azt, hogy ezért érdemes az Isten bevonni a pszichológiai dolgokba, mert ott, ahol a pszichológia végessége van, ott megindul az Isten. Mondok erre egy nagyon Egyszerű példát. Én hogy vagyok ezzel? Világi környezetben dolgozom. Világi emberekkel, nem csak. Ritka az, amikor hívő emberekkel dolgozom. És felmerül bennem sokszor az a kérdés, hogy most akkor ez ezzel igazából az urat szolgálom, vagy nem az urat szolgálom, vagy, vagy ez csak egy tényleg egy világi ö, munka. De én úgy gondolom, és itt jön be a hit. Isten adta nekem a tudást, a képességet, hogy megtanuljam a munkámat, azt, hogy rájöjjek, hogy egyes embereknél mit érdemes használni és mit nem, és hogy ezt tudom-e alkalmazni vagy nem. És ez is hit, én úgy gondolom. És azt, hogyha még imádkozom egy kliensemért, hogy az Úr lépjen bele az ő helyzetébe, mert igenis korlátok közé vagyok szorítva, és nem vagyok egy mindenható dolog, vagy egy mindenható lény, de az Isten az akkor én úgy gondolom, hogy tökéletesen megteszem a magamét, mind világi szempontból, mind a hit útján. Nagyjából ugye a 19. században egészen odáig evidencia volt az ember számára, hogy Isten alkotta a világot, Isten létezik, Isten az, akinek a kezében van minden, és ott elkezdődött egy megkérdőjelezés ennek nagyjából ugyanebben a korban pedig elkezdett életre kelni a pszichológia és virágozni. Látsz összefüggést a kettőben? Az emberek rosszul kezelték az új ismeretet a régivel szemben, vagy semmi köze ennek a kettőnek egymáshoz? Ez megint egy jó kérdés, ugyanis a, a pszichológiának van egy úgynevezett biológiai alapja. És ezt tudni lehet, hogy a 19. században a biológiának az egyik alapfelvetése volt az az evolúció. De hogy igazából ez is érdekes, hogy mi az evolúció? Tehát az evolúció az, hogy élőlények átalakulnak egyikből a másikba. Vagy van-e evolúciója például a géneknek? Öröklődhetnek-e tulajdonságok? Ma már tudjuk, hogy abszolút. Abszolút. Szemszín. Számtalan olyan dolog van, de még akár kognitív képességek is, amik genetika útján öröklődnek. És bizonyos módon ez maga szintén lehet egy evolúciós folyamat, ami viszont nem mond ellent az Isten létének. Tehát az Isten, ahogy beind elindította a dolgokat, megalkotta és viszi végbe, én úgy gondolom, hogy ebbe a folyamatba abszolút beletartozik. Ez nem a darwini evolúcióval egyenértékű. Még egyszer mondom. Tehát ez az egy olyan dolog, aminek az alapja az volt, nem tudom, ezt, ezt biztos ezt is tanultátok, hogy Darwin gyakorlatilag, akinek egy, egy, az apja egy teológus volt, ő gyakorlatilag attól félt, hogy, hogy a pokolra jutott, és ezért be akarta bizonyítani, hogy, hogy az Isten ki lehet zárni teljesen a dolgokból, mert ő ebben próbálta a nyugalmát és a biztonságát meglenni. De ettől függetlenül vannak olyan evolúciós örökségeink, amiket tovább viszünk a mi életünkben. És ezeket nem lehet viszont hatájon kívül helyezni. Viszont, hogy visszatérjek, amit te mondtál, a 19. század, ugye ebben a korban, sőt, valahol már 18. századnak a végén, amikor, amikor a felvilágosodás elkezdődött, és az észkora megjelent, az volt a lényege, hogy Istent száműzzék a dolgokból, mert úgy gondolták, hogy az emberi ész és a tudat, az alfaja és az omegája mindennek ebbehez nem kell az Isten. Gyakorlatilag a 19. századi gondolkodásmód az akkori elképzelések, a nagy szociális törekvések, és, és minden más, újítsuk meg, jobbítsuk meg az emberiséget, című törekvések mindenre épültek. És valahol egyébként az evolúció is ezt a gondolatot viszi tovább, hogy az ember megújítható és megjavítható. Egyébként most lehet, hogy egy picit ez ellentmondásos, de én azt mondom, hogy az ember nem javítható meg, és az ember nem újítható meg. Ugyanis az ember a 20. században ugyanazokat a mocskos dolgokat el tudta követni, mint, mint korábbi századokban tömegeket írtottak ki, pedig már akkoriban ugye ö, a felvilágosodás már, már úgymond kiteljesedett. Mégis valahol a, a belső elkölcse az embereknek úgy látszik, ez nem volt képes az evolúcióval haladni. A végére szeretnék egy gyakorlati kérdést hozni. Ismerek olyan szemét, aki megtért, Drog és alkohol függő volt. Már megtérten három évig küzdött ezzel, mire abban maradt az életében. Uh -huh. A fiú megszabadít, valósággal szabaddá leszek. De mégis ott vannak ezek a dolgok az életemben. Uh -huh. Miért és hogyan kezelhető, és esetlegesen ez a három év hogyan rövidíthető le? Én ezen nagyon sokat gondolkoztam, amit most feltettél kérdést. És ugye az egyik alap, Feltevés, amit mi nagyon sokszor próbálunk magunkba építeni, hogy amikor mi megtérünk, akkor Isten kidobálja belőlünk a rosszat. Viszont ez a megtérés és a megszabadulás az nem egy dolog. Én erre jutottam, hogy attól, hogy megtértem, még nem szabadultam meg. Ugyanúgy ott vannak nagyon sok minden az életemben. És lehet, hogy valóban a megtérés és a megszabadulás az lehet, eshet ugyanarra a pillanatra, de ez nem ö, szükségszerű. Lehet, hogy valaki három év múlva szabadul meg az alkoholtól. És még azt is mondom, hogy nem biztos egy csettintésre, hanem lehet, hogy valami világi beavatkozás útján most bocsánat, hogy ilyen ö, Tudod, dolgokat csinál, mondok. képpen felhozni, hogy... Ö, hogy szabaddá tette a kiállást Izraelnek, Isten Egyiptomból. De Izraelnek ki kellett onnan jönnie, és talán olyan is ez, mint amikor egy börtönőr azt mondja, hogy felmentették a foglyot, kinyitja a rácsot, a fogolynak ki kell onnan sétálnia. Mindaddig, amíg bent ül, addig a rácson belül van. Ez is igaz lehet, viszont ö, én még azt mondom, hogy az Isten tudja, hogy kit, mikor és hogyan szabadít meg. És nem biztos, hogy abban a pillanatban, amikor az illető megtér. Az lehet, hogy megtörténik öt év múlva, tíz év múlva, negyven év múlva, ezt az Úr tudja. És én ezt rábízom az Istenre, és nem is akarok ebben se okoskodni, se semmit mondani. Azt látom, hogy az egy nagyon kárhoztató dolog, amikor embereknek azt mondják, hogy neked már meg kellett volna szabadulnod, és nem értem, hogy már hívő ember vagy, és még mindig miért itt vesztegesz, azt az Isten tudja, ezt ember nem tudja. És azt, hogy ő ezt hogy végzi el, mikor végzi el, ezt én az Istenre bízom. Utolsó kérdésként hagyd tegyem fel, hogy hívő ember vagyok, és hiszem azt, hogy gondoznom kell a lelkemet is. Az elméletről rengeteget beszéltünk hogyan alkalmazom én ezt az életemben? Melyik, milyen mértékben kell, hogy jelen legyen az életemben? A, tehát hogy, hogy Hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz? Tehát lesz? hogy a saját lelked gondozása illetve és a hit mellette. Uh -huh. Hiszek, imádkozom, uh -huh. de mint kiderült sok esetben szükség van arra, hogy legyen emellett terápia is. Igen. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik legalapvetőbb dolog most én olyan emberről akarok beszélni, aki, tegyük fel, lelkileg viszonyos mértékben az egészséges kategóriába tartozik. Tehát nem egy olyan szélsőségesen pat patológiás valaki, akinek esetleg pszichiátriai kezelésre van szüksége. És én úgy gondolom, hogy ezeknek az embereknek ugyanúgy szükségük van önismeretre arra, hogy megértsék, hogy mi az ő szerepük a világban, hogy esetleg Isten mire hívta előket, őket. Mert nagyon sokszor embereket látok, akik csinálnak dolgokat, mert úgy gondolják, hogy az Istenért teszik, szolgálatok akármi, és én úgy gondolom, hogy nem az Istenért teszik. És aztán belerokkannak. Belerokkannak, és nem értik, hogy most mi történt. Miért rokkantam bele, hogyha az Isten igája könnyű és gyönyörűséges, hogyha az Isten rám nem lak nagyobb terhet, mint amit én el tudok hordozni, akkor miért vagyok abban, hogy gyakorlatilag gyomorgörcsön van, hogy különböző stresszből származó betegségekkel küzdök, és én itt mondom azt, hogy szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy az önismeret, tudni az én határaimat és kereteimet. Mi az, amit én nem léphetek önmagamban át, mi az, amit szem előtt kell tartanom, és mi az a dolog, amivel mindig számolnom kell a hit útján és az ember lehet fejlődni, és lehet előrébb jutni, viszont nem várhatok el magamtól többet, mint amit adni tudok. És ez nem egyforma, mert az ember teljesítménye az egy változó dolog. Ebben most nem akarok belemenni, mert ez egy nagyon hosszú téma lenne, de igenis azt tudnom kell, hogy mi az a pont, amikor nem tudok többet adni, mint amit éppen ki tudok magamból hozni, és annál többet olyankor nem szabad adni, viszont ehhez kell az önismeret, hogy én ezeket a kereteket ismerjem. Mert ha nincs meg, úgy használnak ki, ahogy csak akarnak. Az Te önismerethez pedig foglalkozom kell önmagammal. Abszolút. Annélkül nem megy a dolog. Ricsi szerintem rengeteg hasznos dolgot tudtunk meg. Nem is örültünk, köszönöm. Lejárt. <laughs> Bármilyen gyorsan elszaladt, elszaladt. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és remélem, hogy lesz még alkalmunk erről beszélgetni. Nagyon szívesen. És őszintén remélem, hogy a nézők is kaptak ebből a mai adásból. Én azt gondolom, hogy a világnak folyton vannak új tényezői, megjelenő tényezői, és attól függetlenül, vagy attól függetlenül hogy valami új, igen, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy rossz is. Nem biztos, hogy minden szemben áll egymással. Egyébként, ahogy hallgattam Ricsit, és beszélgettünk a hítről és a, és a pszichológiáról, egyik elvetése a másikért bennem az jött fel, hogy talán a keresztény történelem során megtörtént ez már egy ószövetségben és új szövetségben, megérkezett az új, akkor kuka a régi. Erre Pálapostól azt mondta, és Jézus Krisztus is azt mondta, hogy ez nem így van, mert amíg világ a világ, addig a törvény törvény, és Jézus Krisztus nem kívánta ezt felülírni, hanem a törvénynek eleget téve töltötte be az igazságot, és váltotta meg az övéit. Lehet, hogy nekünk is valamilyen köztes utat kéne keresnünk, lehet, hogy nekünk is meg kéne találnunk azt a módot, ahol ezek a tényezők együtt tudnak mozogni. Mindemellett nem biztos az, hogy minden új dolog jó, vizsgálja meg az ember. És hogyha hasznos, tartsa meg. Én ezt kívánom mindenkinek. Áldott hetet, jövő héten megint találkozunk, hogyha ez az adás hasznos volt a nézők számára, akkor a www.paxtv.hu-n Megkereshetik, visszanézhetik bármikor, ezen kívül pedig elhívom önöket, hogy kövessenek minket a YouTube és a TikTok csatornánkon. Viszontlátásra!